És akkor következik a hatos számú előterjesztés. Előterjesztés a helyi adókról szóló 37/2011-12-es bekezdés, illetve 12-es paragrafus 2-es bekezdés önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról. Két bizottság is tárgyalta az előterjesztést. Az ismereteim szerint a Pénzügyi Város és Gazdaságfejlesztési Bizottság, illetve az Ügyrend és Jogi Bizottság, mind a két bizottság az első számú változatot támogatta, viszont úgy tudom, hogy ma is voltak bizottsági ülések, és ezeknek a ismereteiről én nem tudok beszámolni, úgyhogy kérem a bizottsági elnököket, hogy akkor a mai ülésnek az eredményét ismertessék a képviselőtestülettel. Dr. Bari Bernadett. Baja Város Önkormányzat képviselőtestületének Ügyrend és Jogi Bizottsága megtárgyalt és elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról szóló második változatú előterjesztés rendelet tervezetét. Köszönöm szépen. Dr. Vácit József. Köszönöm szépen. Orvosként kicsit egyszerűbben válaszolok, nem ilyen jogi nyelvezette. Igen, a Gazdasági Bizottság, Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta és támogatja a kettes számú verziót. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Egyéb bizottság nem tárgyalta a kettes számú változatot. Hajdú Miklós, mint képviselő vagy frakcióvezető? Frakcióvezető. Parancsoljon, Hajdú úr, önél szó. Tisztelt képviselőtestület, tisztelt polgármester úr, az előttünk lévő előterjesztést a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról képviselőcsoportunk nem támogatja, legalábbis abban a részében, amelyet a tegnap este folyamán második változatként megismerhettünk. Ez a második változat ugyanis gyökeresen új elemet vezetett be az első változathoz képest, tartalmában ahhoz nem kapcsolódó javaslattal él, a magánszemélyek kommunális adójának igen jelentős mértékű 50-67%-os emelésére vonatkozóan. Úgy gondoljuk, hogy egy ilyen előterjesztés, ilyen módon beterjesztve, és ilyen mértékű emelés nem támogatható. Bár emlékszünk a választási kampányban elhangzott választási szlogenre, folytatjuk. Úgy tűnik, hogy a legrosszabb következett be, amit ebben a tekintetben várhattunk a folytatást illetően. Szeretném így idézni a Magyar Önkormányzati Törvény második szakasz, második bekezdéséből. A helyi önkormányzás a helyi közügyekben demokratikus módon széleskörű nyilvánosságot teremtve kifejezi és megvalósítja a helyi közakaratot. Ugyanezen törvény harmadik szakasza, annak a negyedik bekezdése fogalmaz úgy, hogy a választópolgárok választott képviselőik útján gyakorolják közösségi jogaikat. Tehát önök, tisztelt képviselőtársaim, velünk együtt a választópolgárok akaratát kell, hogy kifejezzük egy előterjesztés elfogadásánál, egyáltalában napirendre tűzésénél. Ugyanis már a napirendre tűzéssel kapcsolatban is komoly aggályok vethetők fel, hiszen a saját hatályos szervezeti és működési szabályzatunknak mond ellent az, ahogyan ez az előterjesztés a képviselőtestület elé került. Ugyanis a 15. szakasz egy bekezdése fogalmaz úgy, hogy az előterjesztésnek, mint egy kötelező tartalmi elemként tartalmaznia kell az eltérő vélemények, miután itt adó megállapításról van szó, talán nem is annyira ezt, hiszen az adók kérdésében nyilvánvalóan eltérő vélemények lehetnek, de az alternatívák megjelölését is. Az I pontja szerint az esetleges kockázatokat, a D pontja szerint a törvényi előzményeket, tehát mik azok a körülmények, amelyek miatt ezt a szabályozási javaslatot, ezt a módosítást el kellene fogadnunk. Ezeket a kötelező elemeket ez az előterjesztés, írásos előterjesztés nem tartalmazza. A 16. szakasz vonatkozik a sürgősségi indítványokra, bár most polgármester úr nem sürgősségi indítványként vezette elő ezt a hatos számú a magánszemélyek kommunális adójának 50-67%-os megemelésére vonatkozó előterjesztést,
Hivatkozva arra, hogy már volt egy egyes változat, az álláspontunk szerint ugyanakkor mégiscsak sürgősségiként kell kezelni, hiszen, ahogy említettem, az egyes változattal, amely egy nyomtatvány módosítására vonatkozott az idegenforgalmi adóval kapcsolatban, ahhoz képest gyökeresen más és nagyon súlyos tartalmú előterjesztés van előttünk. Így azt mondhatjuk, hogy tulajdonképpen sajnos így kell, hogy fogalmazzak, miután a bizottságülésen kiderült, hogy az a parlamenti jogszabálytervezet a 2015 évi költségvetés megállapítására vonatkozóan, amelyre hivatkozik az anyag, az csaknem egy hónappal ezelőtt került beterjesztésre a parlament elé. Ez azt jelenti, hogy 27 napja ismeretesek azok a számok, amelyek esetleg indokolnának bármilyen fajta adómódosítást. Ennek ellenére a tegnap esti kézbesítés és közismerté nyilvánossá válás, ez azt bizonyítja, hogy itt az előterjesztő elnézést, de nem tudok másként fogalmazni, sunnyogó módon terjeszti be ezt a szándékot, és ilyen módon akarják lenyomni a bajaiak torkán ezt az irdatlan mértékű adóemelést. Persze lehet azt mondani, hogy havi bontásban, ugye eltérő lakásnagyságok vagy területek alapján különböző kategóriákkal találkozunk, hogy havi bontásban nem jelentős ez az összeg 333 forinttól 833 forintig terjedő emelkedés havonta. Ugyanakkor, hogyha megnézzük, hogy éves összesenben ez mit jelent, ez a legkisebb emelkedés is 4000 forint, és a legnagyobb pedig 10000 forint. A 4000 forint a korábbi 8000 forinthoz képest, tehát itt csak ugyan 50%-os emelkedésről van szó. A 10000 forintos emelkedés pedig a korábbi 15000 forintos éves adómértékhez képest, hiszen itt 25000 forintra emelkedik. Ez 66,6%-os emelkedés. Úgy gondoljuk tehát, hogy mindezek alapján nem lehetne egyáltalában tárgyalni, hiszen formai elemeiben sem felel meg túl azon az előterjesztés, túl azon, hogy ilyen mértékű adóemelésre, én nem is tudom, nem is emlékszem a képviselőtestület modernkori, tehát a rendszerváltás óta vett történetében. Ezzel együtt is szeretnék néhány kérdést feltenni, amelyek talán segítenek az indokoltság megfogalmazásában. Hivatkozik az előterjesztés arra, hogy a 2015 évi központi költségvetési törvény, amely a parlament előtt van, elfogadás előtt, csökkenti az önkormányzati bevételeket. Én szeretném kérdezni, például hivatkozik az úgynevezett beszámítás összegére, hogy ez nagyságrendet tekintve mit jelent Baja városa önkormányzata költségvetése számára. Továbbá hivatkozik arra is az anyag, hogy az EU-díj bevezetésével egyidejűleg a magántulajdonos árufovarozók versenyképességét javító intézkedések miatt az önkormányzatoknál keletkező bevételkiesés ellentételezése is megszűnik. Ennek nagyságrendjére vonatkozóan is szeretnék kérdezni. Annál is inkább, mert látható, illetve olvasható az anyagból, hogy mindösszesen az adóemelés révén 80 millió forintnyi bevétel többlettel számol az előterjesztő. Tehát szeretnénk látni azokat a számokat, amelyek pontosan ezt a mértéket nem tudjuk megítélni, hogy tényleg szükség van-e ilyen mértékre, mert nem látjuk azokat a költségvetési főszámokat, amelyeket egyébként egy ilyen döntésnél látni kellene. Még akkor is, hogyha természetesen a jövő évi költségvetés elfogadásától messze vagyunk, de gondolom, hogy a hivatal azóta, amióta ismeretesek ezek a számok, azóta folyamatosan végzi azokat a számításokat, amelyek alapján majd egy költségvetés tervezetet lehet elénk hozni. Tehát mindezek alapján úgy gondoljuk, hogy könnyen lehet azt állítani persze, hogy a havi teher nem olyan jelentős. Azt is mondhatnám, hogy ha napi teherben számoljuk, akkor 10-20 forint, akkor még kevésbé jelentős. De azért azt se felejtsük el, hogy a helyi adók befizetésére két részletben, márciusban és szeptemberben van lehetőség, és bizony nagyon sokak számára ez az időszak, egyébként is különösen a szeptemberi, gondolhatunk itt az iskola kezdés időszakára, nagyon sokak számára különösen megterhelő, és bizony gondot okoz az, hogy időben be tudják fizetni határidőre a helyi adókat,
És bizony ez a 4000 forintos emelkedés ebben az esetben az éves emelkedés, mint legkisebb emelkedés, plusz 2000 forinttal nyomja meg a befizetendő összeget, illetőleg plusz 5000-rel a legnagyobb mértékek esetén. Tehát mindezek alapján már előre tudom mondani, hogy akár formai okok miatt sem tudjuk támogatni, és nyilvánvalóan később, ha és amennyiben valamilyen alapos indoklása következik annak, hogy miért pont ekkora összeget, amit a kormányzat elvon az önkormányzattól, miért pont ekkora mértékű emelést kell, akkor még akár meg is fontolhatnánk, de ezen ismeretek hiányában nem tudjuk támogatni az ilyen mértékű adóemelést. Köszönöm szépen. Tájékoztatnám képviselő urat, hogy mintegy 30 másodperce van még hozzászólási idejéből, tehát a teljes 9 percet majdnem teljes egészében fönn használta, össze számítva az 5 perces, a 2 perces frakcióvezető és a 2 perces bizottság elnöki, nem bizottság elnöki, képviselői 2 percesét is. Tehát egyrészt, másrészt személyes megszólítatásokán szabadjam azt megjegyeznem, hogy a Sunyogóra, tehát nekem is megvan a megfelelő becenevem, a képviselő úra, de ezt a hely méltóságára való tekintettel sose fogom használni. Hajdú Miklós ügyrendiben jelentkezett, parancsoljon. Hatályos SMS szerint a vita megnyitása előtt a bizottság elnökök és a frakcióvezetők, a képviselőcsoportok vezetői elmondhatják álláspontjukat, a bizottságon született álláspontot, illetőleg a képviselőcsoport álláspontját. Én ezt tettem meg, ennek időkorlátja nincsen megszabva a hatályos SMS-ben. Köszönöm szépen. Jó, akkor összevárjuk az összes kérdést, akkor Jaszonovics István, képviselőtársam, jön szó. Inkorrektnek tartom az eljárást magam is. Tegnap este 7:30 kaptuk meg ezt az anyagot, illetve én a magam részéről. Természetesen, ha adóról van szó, és le is írjuk a hatás vizsgálatnál, hogy minden háztartást, minden bajai háztartást érint ez a változás. Az adó mértéke radikális, drasztikusnak tartom, tehát azért 90 millió, ha jól emlékszem, 90 millió forint folyt eddig be a magánszemélyek kommunális adójából. Ehhez képest most még 80 millió forint többletbevételt tervez a város. Én úgy gondolom, hogy nem erre lettünk felhatalmazva, és ezt jól, hogyha mindenki átgondolja. Magam többször nyújtottam be adómódosító rendeletet, volt, ami a testület elé került, és volt, ami nem. Minden alkalommal a 70 éven felüliek mentességét szorgalmaztam. Természetesen, ha ezt időben megkapjuk, és van lehetőség egy módosító indítványra, újra és újra beadnám ezt a 70 éven felüliek mentességét. Én azt gondolom, hogy, és nagyon gondolja át itt a Fidesz frakció is, egy ilyen mértékű adóemelést nem szabad támogatni a mai világban, hiszen a következő napirendi pontunk is emelésről szól, tehát a térítési, étkezési térítési díjakról, ami szintén az inflációt meghaladó. Én ezt megértem, és próbálom reálisan nézni a dolgokat, hiszen országosan jellemző az önkormányzatok forrás elvonása, és ezt valamilyen úton módon pótolni kell. Én próbálkoztam avval is, tudnék, most a magánszemélyek kommunális adójánál közelítünk a törvényi lehetőség maximum felé. Ugyanakkor a multinacionális cégeket, én az 1000 négyzetméter feletti kereskedelmi cégeket is már beadtam adómódosítóba. Kértem, hogy a törvényi maximumot számjuk ki rájuk. Itt megint sajnos a lakosság az, aki károsultja lesz ennek a döntésnek, ha és amennyiben ma ezt megszavazzák. Részemről nem tudom megszavazni. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Van-e egyéb hozzászólási szándék? Dr. Réfi Zoltán, képviselőtársam, és szó, parancsoljon. Tisztelt képviselőtestület, magam is szeretnék az előterjesztés kiérkezésének a módja ellen szólni. Már az ügyrendi bizottság ülésen is jeleztem azt, hogy nem megfelelő módja egy ilyen fontos kérdés tárgyalásának az, hogy egy képviselő, egy települési képviselő mondjuk adott esetben este 10-kor szembesüljön egy ilyen drasztikus mértékű adóemeléssel.
Azért, mert az előterjesztésre vonatkozó szabályok nem kerülnek betartásra. Több tekintetben nem került betartásra az SMS. Az első ilyen kör az az, hogy ez egy sürgősségi előterjesztés. Még akkor is, hogyha egy jogtechnikai trükkel egy mellékletet terjesztettek elő először, nem gondolom, hogy összemérhető a fontossága egy rendelet tervezetben egy mellékletnek és az adóemelésnek. A másik az, hogy nem felel meg az előterjesztésre vonatkozó SMS-béli szabályoknak, tekintve, hogy úgy lett volna ez elegáns, hogy bemutatja az előterjesztő azt, hogy a magánszemélyek kommunális adója mikor került baján bevezetése, milyen mértékkel, és ennek pontosan milyen indokai vannak, hogy most ilyen mértékű emelése kerül sor, ami hangsúlyoznám nem mindenhol 50%, tehát van olyan hely, ahol több mint 60%, egyébként a legtöbb lakás, ugye a 35 és 70 négyzetméter közötti lakások esetében van. Ami pedig a rendelet érdemét illeti, azt azért nem tudom támogatni, mert gyakorlatilag a bajaiaknak egy ilyen mértékű adóemelésnél el kell tudni mondani azt, hogy miért emeljük meg ezt az adót. Én azt gondolom, hogy egyrészt nem tudjuk beleilleszteni a költségvetési törvény ismeretében, illetőleg a rendelet, rendő rendelet megalkotásának az ismeretének a hiányában abban az összefüggésrendszerbe, ahol összemérhető az, hogy a városnak milyen mértékű adóbevételre van szüksége, és ez az állampolgároknak mit ér meg. És jelen pillanatban azt mondani a bajaiaknak, hogy 80 millió forintból építünk egy évben járdát, ez egy ilyen adóemelés ellenében kevés. Emiatt nem tudom támogatni ezt az adóemelést. Köszönöm. Csomó Csaba képviselőtársam, ezt a parancsoljon. Tisztelt képviselőtársak, hát én a közelmúltban még ugye lakóként vettem részt itt a város életében, nem mint képviselő. Én az előterjesztéssel kapcsolatban elsőlegesen annyi kifogásom volt, hogy szerintem a lakók nagy része valószínűleg megérti, hogy bizonyos beruházásokat csak annak értelmével lehet, hogyha van miből. Most nekem a fájó pont az volt, hogy tulajdonképpen semmilyen lehetőség nem nyílt arra, hogy olyan módosító, illetve változtatási lehetőséget eszközünk ebbe a rendeletbe, amelyek jobban el tudnám fogadtatni a lakossága, hogy erre az adóra szükség van. Tehát ezeket a válaszreakciókat tulajdonképpen, ami a lakosság részéről majd érkezni fog, az, hogy tudtuk volna tompítani, hogyha olyan elemeket beépítünk, amelyben úgy érzik, hogy ennek az emelésnek az összegével tulajdonképpen valamilyen szinten ők is tudnak majd rendelkezni a közeljövőben. Köszönöm szépen a figyelmet. Tisztelt polgármester úr, még a válaszok előtt szeretném kezdeményezni képviselőcsoportunk nevében, hogy erről az előterjesztésről név szerinti szavazást tartson a testület. Köszönöm. Egyéb hozzászólási szándék? Nincs ilyen. Akkor mielőtt a válaszadás lehetőségét megadnám jegyző úrnak a törvényességi észrevételek vonatkozásában, illetve Butterer úrnak a költségvetés, a központi költségvetés és a helyi önkormányzati költségvetések összefüggésében vonatkozólag. Szeretnék két megjegyzést tenni, amiről hát megértem, hogy ellenzéki képviselőtársaim nem beszéltek és nem vették észre az előterjesztésekben. Az egyik az tulajdonképpen egy idézet, ami önkormányzati képviselő kellene tudni, bár tudjuk, hogy csak jövő héten lesz képzés az önkormányzati képviselőknek kötelező jelleggel. Remélem, hogy az összes képviselőtársam erre jelentkezett, és ott lesznek. Ugye két nap van megjelölve kedd és szerda, tehát pont azért kormányzati szándék okán rendelték el kötelezően a részvételt, hogy mindenki megfelelő ismereteket tudjon szerezni az önkormányzati munkában. Tehát a törvény szerint az önkormányzat vagyoni típusú, tehát ilyen az építmény, telekadó vagy kommunális jellegű magánszemélyek kommunális adója vagy idegenforgalmi adó és iparűzési adót vezethet be, egyéb adó nemet nem. Egyrészt. Másrészt az előterjesztésben, erről nem beszéltek a képviselő társai, elsősorban a vonalas infrastruktúra területén kell érezhető javulást elérni a városban, ehhez szükséges források megteremtésével. Ennek keretében elsősorban a járdaépítés, a meglevő járdák felújítása, valamint a csapadékvíz elvezetése területén kell eredményeket elérnünk. Tehát az előterjesztés tartalmazza az önök által itt hiányosságként emlegetett magyarázatot, tehát Baja város önkormányzata a lakosságtól kommunális adó címén beszedett összeget, hogyha így tetszik, bár ez elég rosszul hangzik így, a
járdák építésére, felújítására és az igen súlyos csapadékvíz elvezetési gondok orvoslására kívánja fordítani. Természetesen az adók, illetve a helyi forintoknak a begyűjtése után ezeket konkrétan építésre lehet felhasználni, illetve fel lehet használni, mert hogy ez, hogyha a kivitelezési költségeket veszük alapul, akkor mindenki tudhatja, hogy igen, kevés összeg ahhoz képest, amilyen elvárás és amilyen elmaradás van ebben a évtizedes elmaradás van ebben a tekintetben a városban. Tehát ahhoz, hogy el tudjunk indulni pályázatokon, mindenféleképp kell, hogy rendelkezzünk pénzzel, de hogyha nem is pályázati pénzekbe gondolkodunk, akkor meg igenis elvárható, hogy vagy a város önkormányzata ezeken a területeken nagyobb ütemben, mint egy az előző évtizedek elmaradását is némiképpen behozva haladjon előre. Ezzel szerintem minden képviselő találkozik a fogadó óráján, vagy akkor, amikor a városi emberekkel beszélget. Másrészt elhallgatták képviselőtársam, itt le van bontva, tehát a nagy összegeket emlegették. Valóban Baján a volt egy 14.500 adózóból a legnagyobb arányú a több mint 6000 a 35 és 70 négyzetméteres lakások tulajdonosai, nekik ez havi szintre lebontva összességében 375 forint adó emelést jelent csak. Tehát havi szinten 375 forintot és nem többet. Természetesen mondhatni, hogy a legjobb körülmények között élőknél ez felmegy, de belőlük mintegy 1100 háztartás van csak, fölmegy havi bontásban 833 forintra. Ez itt kivastagítottan szerepel is az előterjesztésben. Ennyit szeretnék a nem is a képviselőtársaim, hanem inkább a közvélemény támogatásának az érdekében elmondani kiegészítésként, és akkor megadnám a szót elsőként jegyző úrnak, mert hogy a szakmai ellenőrzés és törvényességi ellenőrzést az előterjesztések vonatkozásában, mint az SMS, mint egyéb más törvényi szabályozások vonatkozásában ezt a felelősséget vállalták, tehát ezt is látják képviselőtársaim, hogy volt, aki odaírta a nevét, tehát minden valószínűség szerint, én legalábbis jó hiszeműen azt gondolom, hogy minden törvényes keretek között zajlott az előkészítésben. Jegyző úr, hogy a szó parancsoljon, jegyző úr. Köszönöm a szót, tisztelt képviselőtestület, tisztelt képviselők. Azokra felvetésekre, hogy az előterjesztésnek a tartalma nem felel meg mindenben az SMS hatályos előírásainak, tehát egyrészt voltak olyan felvetések, amelyeket most az előterjesztett polgármester úr megválaszolt, hogy benne vannak az SMS az előterjesztésben. Másrészt tehát eltérő vélemények, alternatívák, vagy ilyen jellegű, tehát egyéb elhangzott felvetések, tehát azért azt gondolom, hogy szelektálni is tudni kell, hogy mi az, ami egy adott előterjesztésnél egyáltalán értelmezhető, vagy nem. Tehát az, hogy mondjuk itt például alternatívák, tehát van egy javaslat, egy döntési javaslat, nyilván annak az alternatívája, annak elfogadása. Tehát nem tudom, miért kellene, vagy mi az a mindokolja, hogy adott esetben mondjuk akár kettő, vagy nem tudom, három, négy, akármennyi fajta emelés, vagy egyéb módosítás legyen ebben az előterjesztésben. A sürgősségi indítvány tekintetében teljesen egyértelmű helyzet, valóban ez egy sürgősségi indítvány, ezt senki nem is tagadta, csak ugye ez a meghívóban szereplő, tehát az eredeti meghívón is szereplő előterjesztésről beszélünk. Azt azért hozzá szeretném tenni, hogy nincs olyan jellegű, amit az ügyrendi bizottságon is elhangzott, tehát vannak ugye itt haladéktalan döntést igénylő kérdések, amikor a 72 órával korábban történő kiküldés alól mentességet élvez az előterjesztő. Tényes való az, hogy hiányzik az előterjesztésből az, hogy ennek a haladéktalanságnak a megindokolása, de ezt úgy tudom, hogy mind a két képviselő úr az ügyrendi és jogi bizottsági ülésen megkapta az erre vonatkozó tájékoztatást, de nyilván a teljesség kedvére ezt itt is szeretném elmondani, ez pedig két olyan törvényi előírás, az egyik a helyi adókról szól törvényben a 6. szakasz a pontban szerepel, miszerint évközben nem lehet a meglévő terheket, illetőleg fizetési kötelezettségeket súlyosítani. A másik pedig a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény, amely ugye előírja, hogy a fizetési kötelezettségek
illetve pontosabban azokat súlyosító vagy emelő jogszabályokat, azokat a, azok esetében a kihirdetésnek és a hatályba lépésnek vagy a között legalább 30 napnak el kell telnie. És ugye ezt a kettő jogszabályát együtt értelmezve, tehát vagy január 1-jel növel adóterhet az önkormányzat meglévő adónál, vagy nem emel abban az adott adóévben. Úgyis ugye a másik szabályra, tehát a stabilitási törvény szabálya szerint pedig akkor legkésőbb ugye december elején ennek a rendeletnek, hogyha ez megalkotásra kell, kihirdetésre kell kerülnie. Tehát a haladéktalanságnak, illetőleg ennek a, az előterjesztés beterjesztésének, ennek a módjának, amellett, hogy a költségvetési törvényt a parlament párhuzamosan tárgyalja, és az egy dolog, hogy mikor került benyújtásra, de hogy annak az elfogadott és napi szinten is akár bizottság és egyéb módosítókkal megbombázott verziójából mi lesz a végeredmény, az gyakorlatilag senki nem tudja. Tehát mondjuk az eredeti költségvetési rendelet az egy tervezetnek, bocsánat, törvénytervezetnek a benyújtása, az egy dolog, hogy volt 27 napja, de az azóta is folyamatos változásokon megy keresztül, tehát az egy dolog, hogy a hivatal természetesen ezeket megpróbálja lekövetni, de viszont arra is fel kell készülni, hogy itt 2015-től nem feltétlenül az lesz, ami mondjuk beterjesztésre került november elején. A, igazából én szerettem volna, és akkor Butterer úrnak megadnám, hogy szeretném kérni, hogy egészítse ki a... Bocsánat, akkor vezetem. Köszönjük szépen, és akkor én valóban megadnám Butterer úrnak a szót, hogy nyújtson némi tájékoztatást az országos költségvetés, illetve az önkormányzati költségvetések összefüggésében, bár ellenzéki képviselőtársaim között többen is vannak, akik komoly önkormányzati gyakorlattal rendelkeznek, de akkor felfrissítésként, főleg választási évben, hogy milyen mi a természete ilyenkor a költségvetési számok egyeztetésének, és milyen lehetőségeink, illetve milyen kereteink vannak. Parancsoljon, Butterer úr! Köszönöm, tisztelt képviselőtestület! Valóban, ahogy az előterjesztésben is szerepel, a T2141-es számú törvényjavaslat október 30-án vagy 31-én felkerült a parlament honlapjára. Azt követően a hivatal elkezdett számításokat végezni, hogy ez hogyan érinti majd a 2015 évi költségvetést. Az akkor hatályos kettes számú melléklet tervezete szerint némi javulást lehet majd várni az óvodai ellátás területén, illetve a bölcsődei ellátás területén, ami a normatívákat illeti. De mint ahogy az az előző években is szokott lenni, ez a kettes melléklet, amely alapjaiban szabályozza az önkormányzatok finanszírozását, folyamatos alakuláson, átalakuláson megy keresztül. Például ezen a héten, talán hétfőn megjelent egy olyan T-valahány számú törvénytervezet, mint egy 200 oldalban, amelynek az a címe, hogy a 2015 évi költségvetést megalapozó törvények módosításának javaslata. Na most ebben a 200 oldalas törvénytervezetben is markánsan megjelennek az önkormányzatok által ellátandó feladatok, de ezek mind tervezetek még, és nyilván a bizottsági munka során ezekben is lehet valamilyen változás. Ebből egy dolgot tudtunk kiolvasni, hogy lényegesen megváltozik például az önkormányzati pénzbeni szociális ellátás területe. Egyes segélyformák átkerülnek a járási hivatalokhoz, az önkormányzat területén pedig új segély nem kerül bevezetésre, aminek települési támogatás lesz a neve. Erről a képviselőtestületnek majd rendeletet kell alkotni a február 28-ig, és itt majd alapvetően meg kell határozni, hogy milyen típusú ellátásokra, mekkora összegű és milyen feltételekkel tud majd szociális pénzbeli támogatást nyújtani.
Ez nyilván befolyásolja a költségvetés készítésének további menetét is, de az erre vonatkozó ágazati rendelet helyi megalkotását is fogja befolyásolni. Tehát a költségvetés készítés megkezdődött, a gazdasági társaságainkat is felhívtuk, hogy körvonalazzák a jövő évi terveiket, illetve a költségvetési szerveket is. Az előterjesztésben szereplő úgynevezett beszámítás, erre olyan előírás érvényesül ebben a hivatkozott kettes mellékletben, hogy ennek az összegét majd januárban teszi közzé a nemzetgazdasági miniszter és a belügyminiszter, tehát ma igazán nem lehet tudni. A tervezet szerint elvégzett számítás, amely az egyfőre jutó iparűzési adóerő képesség alapján kerül megállapításra várhatóan, abban mi egy úgynevezett 25%-os kategóriába fogunk tartozni, tehát amit általában kapnak települési önkormányzatok, annak mi a 25%-át tudjuk megkapni, de ez azt gondolom, hogy ennek a nagyságrendje néhány 10 millió forintra taksálható. Az EU-díjjal kapcsolatos bevétel kiesés, amely ebben az évben ellentételezésre került, és jövőre már ez nem várható, ennek az összege 8-8,5 millió forint nagyságrendet képvisel. Visszautalnék még, mivel ugye adós típusú előterjesztésről van szó, hogy az adó az ugye fogalmilag azt jelenti, hogy közvetlen ellenszolgáltatás nélkül fizetési kötelezettséget jelent. De az előterjesztésben szerepel, hogy az önkormányzat milyen típusú kiadásokat szeretne ebből megvalósulni. Ha ezek nem is közvetlenül, de közvetve érintik majd a lakosságot. Ezt egyébként majd nyomon lehet követni, illetve a képviselőtestület nyomon is tudja követni a költségvetés rendelet tervezetből, hiszen ott meg kell jelennie majd egy olyan sornak, amely itt az indoklásban szerepel. Az adórendszerre szemben támasztott jó néhány követelmény közül csak egyre térnék ki, ez a közteherviselő képesség, vagy az egyenlő haszonáldozat elve. Tehát ez a hozzájárulás a közkiadások teljesítéséhez, annak a mértéke a közteherviselő képesség, ezzel foglalkozik ez az alapelv. Itt polgármester úr is jelezte már, hogy mekkora különbségek várhatóak, amennyiben megszavazásra kerül a rendelet az egyes adóalanyokat illetően. Az látszik, hogy az ingatlan, illetve lakások nagyságához igazodik a egy hónapra jutó közteher növekedése. Most így nem szeretnék összehasonlításokat tenni, hogy bizonyos kiadásokhoz képest mondjuk a 375 forint az mit jelent, tehát annak a havi mértéke. Azt gondolom, hogyha a képviselőtestület az előterjesztésben is megjelölt célokra fogja fordítani a növekményt, akkor az párosul a választópolgárok akaratával is. Köszönöm. Egyéb hozzászólási szándék? Hajdú Miklósé a szó. Természetesen határtalanul beszélt, parancsoljon képviselő. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, az SMS szerinti idő kereteken belül szeretnék szólni, sőt nem is kívánom kihasználni a még rendelkezésre álló időt. Egyetlen kérdésem lenne, hogyha egyébként a válaszokból kiderült, hogy a központi költségvetési tervezet 27 napja ismert, azok a jogszabályok ismertek, amelyek ezt a bizonyos 30 napos szabályt meghatározzák az adó mérték emelésére, vagy a kedvezmények nyújtására vonatkozóan, akkor miért tegnap este jutott el a képviselőkhöz az előterjesztés? Tehát mi az a különös indok, ami miatt 15 órával a testületi ülés előtt kaphattuk meg az előterjesztést? Köszönöm szépen. Szerintem az előző két hozzászólásban benne volt, most lett kész. Különböző körülmények okán. Hát, nem tudom, képviselő úr milyen
ennél konkrétumabbat egyik előttem szóló se tudott mondani. Elmondták a körülményeket. Én is említettem egy körülményt, hogy választási év volt, tehát hogyha de nem akarok itt politikai vitát kezdeni, tehát ha visszautalnék arra a gyakorlatilag üres járat beeltelt időre utalva, ami a különböző fellebbezések és feljelentgetések okán eltelt, mielőtt elkezdhettük volna a konkrét munkát, hát ez is egy körülmény volt, amiért az adott határidőkhez nem feltétlenül tudunk alkalmazkodni. Kérdezem, hogy van-e egyéb hozzászólási szándék? Ha nincs, akkor a vitát lezárom, és akkor természetesen, ahogy képviselő úr, frakcióvezető úr jelezte, hogy az SMS szerint a képviselők egy negyedének kérése okán név szerinti szavazást tartunk. Kérem a jegyző urat, hogy a név szerinti szavazást akkor vezényelje le. A helyadókról szóló 37/2011-es önkormányzati rendelet felvizsgálatáról szóló név szerinti szavazás következik 6-as számú napirendnél. Kérem a képviselőket, hogy nevük elhangzását követően szíveskedjenek felállva szavazatukat leadni, ami jelen hatályos szabályozás szerint igen vagy nem szavazat lehet. Dr. Bari Bernadett. Igen. Csomor Csaba Attila. Nem. Csubák Nébesesek Andrá. Igen. Doncsa Bálint. Igen. Fercsák Robert. Igen. Hajdú Miklós. Nem. Jaszalovics Istvánné. Nem. Kovács Csaba. Igen. Kovács Karolina Szilvia. Igen. László Károly. Nem. Dr. Réfi Zoltán. Nem. Szabó Hajnalka Erzsébet. Igen. Tekett Melinda. Nem. Dr. Vácit József. Igen. Dr. Zöld László Csabáné. Igen. Köszönöm szépen. Ismertetném a szavazás eredményét. Bajaváros képviselőtestülete az előterjesztés határozati javaslatát 9 igen szavazattal, 6 nem ellenében elfogadta.